poszttal véget ért az évad. Csönd költözik nyáron a színházba. Nemrég még sírögtek, forogtak itt a rendezők, színészek, dramaturgok, díszlettervezők és mindenféle színházi munkások, nézők, meg mi a kameránkkal. A következő fél órában a díjkiosztó gála mentén foglaljuk össze, hogy hogyan láttuk mi az idei pécsi országos színházi találkozót. Ezzel kezdte elköszönő beszédét Szűcs Gábor fesztivál igazgató a díjátadó gálán, a Kodály Központban. Ez volt a második olyan poszt, ami már az ő és Magyar Attila vezetése alatt valósult meg. Az idei találkozó egyik legfontosabb letéteménye, hogy már saját szabályzattal működött. Az első ilyen formája a szabályrendszere a posztnak, nagyon fontos, meghatározza a zsűri, a válogatók, a díszvendég kiválasztásának folyamatát. Meghatározta, hogy a versenyprogramban 7 nagy színpadi és 7 kamara előadás kell, hogy szerepeljen. A regisztráció menetét, nagyon fontos, meghatározta természetesen a díjakat is, nagyon fontos írók formája ez a cégszerű működésnek. A versenyszabályzat és minden egyéb szakmai kérdés egy tanácsadó testület egyéves munkájának köszönhető. Ennek az elnöke volt Hegedűs D. Géza, akit a színpadon is láthatott a közönség. Először a harmadik Richardban, majd a Hallgatni akartam című Márai Sándor monodrámában. Nyugtalanítóan sok könyvem jelent meg, és valóban volt olyan pillanat, amikor úgy éreztem, hogy egy jó nevű író vagyok. Én most reménykedem, hogy a poszt maga újra megtalálja a helyét a magyar színházi életben és a magyar kulturális élet egyik kiemelkedő eseménye lesz újra, és kivonódik abból az erőtérből, ahol a megosztottság, az adok-kapok van, és szakmai terepen értékcentrikusan történnek meg a dolgok. Az idei versenyprogram válogatás erre minden reményt megad, hisz nagyon igényes és nagyon szélesen van határon túlról is, itthonról is, és igazán pompásabbnál pompásabb előadásokban sűrűsödik a mai vitalitása és jövőt jelentő igazi nagy potenciálja a színházi szakmának. Úgy érzem, hogy az off-rendezvények is nagyon vonzóak. Ablakom előtt két sor gesztenye palombjai zöldelnek. A szobaleány kérés nélkül a napi rendi előírás szerint behozott nekem egy pohár narancslevet, majd valamivel később egy mérges, erős feket. Én leültem az A 16 tagú szakmai tanácsadó testület tagja volt Vidnyánszky Attila is, a Nemzeti Színház igazgatója és a Magyar Teátrumi Társaság elnöke. Mégis mindig hittem abban, hogy van a szakmában annyi érdeklődés saját maga iránt, hogy ez domináljon. És azt látom, hogy e felé mozdultak el a dolgok, már mint a szakmaiság felé, és én ezt támogatom még inkább azzá tenni, még inkább elmélyülni a szakma aktuális kérdéseiben, és akkor rendben lesz minden. Egy nagyon fontos rendezvénye ez az évnek, és nem szabad, hogy kérdés legyen a léte. Tehát úgy gondolom, hogy most nem kérdés, már pár évvel ezelőtt fölmerült, hogy legyen-e egyáltalán. Pont a poszt ilyen értelemben az a katalizátor, hogy az vált katalizátor rá, hogy leüljünk egy kerekasztal köré.
És egy éven keresztül, szóval havonta kétszer is összeültünk olyan emberek, akik nem igazán szoktunk amúgy beszélgetni, és gondolatot cseréltünk, és vitatkoztunk, és nagyon normális együttlétek voltak ezek, több órások is akár néha. Szabályrendszert próbáltunk, és nagyjából sikerült is kialakítani, amely mentén ez a poszt működhet, és kiderült, hogy egy sor dologban egyetértünk, tehát én mindenképpen szóval nagyon pozitívan tekintek vissza az elmúlt évre, és nyilván az megmarad, hogy egy sor dolog kapcsán másként gondolkodunk, de egy sor dolog kapcsán meg hasonlóképpen, és most az a feladat, hogy ezekre a dolgokra, ezekre a témákra, ezekre a kérdésekre koncentráljunk. A korábbi évekhez képest idén szakmai és politikai ellentétek nélkül zajlódhatott le a színházi találkozó, amire a versenyprogramot Árkosi Árpád rendező és Kovács Dezső kritikus válogatta. A válogatással soha sehol sincs teljes elégedettség. Szóval ezt be kell vállalni, ez így van. Viszont arra is rájöttünk ez alatt az egy év alatt, hogyha megkötjük a válogatók kezét, az még rosszabb lesz. Tehát tulajdonképpen teljes szabadságot adtunk nekik. Két előadást is beválogattak a Nemzeti Színházból. Az egyik a Részegek című produkció, a másik pedig a Gyulai Várszínházzal közösen létrehozott Harmadik Richárd volt. Ez utóbbi címszerepért vehette át Trill Zsolt a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat. És most? Két árva várja, hogy holtja indítása. Richárd, György és Edvárd, elássa a csatabárt. Csak végül őket ásnál kell. A Lancasterek ágán nem maradt virág? De, Lady Anna, az utolsó ág egyetlen virág. Ő él még? Még szép. És szép, mint te. Mi is éljük az életünket, ezért mondom, hogy nem biztos, hogy ezt lehet játszani a gonoszt, hanem a... történnek velünk dolgok, és akkor egyszer már nem kell az ember a színházba, nem működik színészként, tehát egy csomó fájdalom felgyülemlik az emberben, és szerintem valahogy ezeket a fájdalmakat kell megfogalmazni. Lényegét tekintve feladat van a színpadon, nekem be kell jönnöm, bizonyos dolgokat el kell mondanom, tehát én nem törekszem arra, hogy én most gonosz legyek, vagy gonoszt játszam, hanem célok vannak. De amit elmondtam, az hátul a tudatban ott valahol mélyen biztos, hogy működteti az embert, és működteti a figurát is. De igazság szerint feladataim vannak a színpadon, és azt nekem meg kell csinálnom. Szintén az ifjabb Vinyánszky Attila rendezte Harmadik Richárdban vélte felfedezni a szakmai zsűri a legjobb 30 év alatti férfi színészt is, Gyöngyösi Zoltán személyében. Hogy miért ott jöttem fel a színpadon. Még a harmadik fél évében volt egy kurzusunk, Kleist kurzus, Homburg hercegét csináltuk, Dömötör András osztálytársam, és ő mondta, osztályfőnökömmel, és ő mondta, nem osztálytársai, osztályfőnökömmel, hogy mindig két megszólás között a leghosszabb utat próbáljuk meg bejárni. Most erre lett volna egy próbálkozás, nem lett össze. Mindenesetre itt van egy másik osztályfőnököm is, Máté Gábor, mesterem, azt hiszem mondhatom ezt, és nekik kettőknek mindenképpen meg szeretném köszönni, hogy engem felvettek, hogy bíztak bennem, még akkor is, amikor én úgy gondoltam, hogy nem bíznak bennem, és hogy
futballista nyelven kifejezve kineveltek, mint utánpótlás. Ezt mindenképpen szeretném nekik megköszönni. Ezen kívül szeretném megköszönni ennek a csapatnak, amiben részt vehet a produkcióban, amit ez a csapat létrehozott, illetve Ifjú Vinyánszkát jelenleg ugyancsak bízott bennem, és hogy ebben a produkcióban is részt vettem, és ezt az ügyet, amit ezt a produkció próbál képviselni, ezt én is képviselhettem. És nagyon szépen köszönöm az elismerést. Hagyjuk kicsit a díjakat, hiszen nem csak versenyprogramból állt a poszt. A találkozónak idén is volt díszvendége. Ez a megtiszteltetés idén Halász Judit, Jászai és Kossuth díjas színművésznőt, a Halhatatlanok Társulatának tagját érte. A művésznő pedig a 20-as éveiben összeállított Radnóti Estel örvendeztette meg a poszt közönségét. Ezek azok a versek, amelyek engem különösen megragadtak akkor, amikor én ezt a kötetet elolvastam. Itt ne várják tőlem azt, hogy én egy teljes életet felvonultatok, egy teljes költészetet bemutatok. De van néhány vers, ami nekem hozzám közel állt, és nagyon megkapott, és megrendített, és azokat fogom itt megpróbálni elővezetni, és ugyanazt az érzést kicsit talán átadni a nézőknek is, amelyeket rám gyakoroltak. Kis holmiát elhagyja s jóformán mesztelen. Annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő kevés szavú alázat. Az másról szól, ha lázad, nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Én nagyon boldog vagyok, hogy vendég lehettem itt, tényleg sőt díszvendég. Azt hittem, hogy ez egy nagyon egyszerű és nagyon... Szóval egy pihenőhetem lesz, de pont ellenkezőleg. Én ennyit egész szezonban nem dolgoztam ezen a héten. De nagyszerű előadásokat láttam, valóban nagyon sokféle előadást, és nagy örömmel néztem azokat a kollégákat, akiket nagyon régóta nem láttam, és örült változásokon esett mindenki keresztül. Ahogy Halász Judit a gálán kiemelte, a találkozás a poszt egyik lényege. Nem véletlenül ez a fesztivál neve, Pécsi Országos Színházi Találkozó. Ennek fényében a szervezők közönség találkozókat is tartottak a színház téren. De itt rövid performanszok alkalmával olyan művészekkel is lehetőség volt találkozni, mint Lőrinc Katalin és Lőrinczky Attila. Már visszatérő vendégként volt itt Csehországból Mikhail Docsekál, a Víg Színház bűn és bűnhődés előadásának rendezője. Az adósság! A szállásadó nője átadott nekünk egy maga által aláírt 115 rúberről szóló adósság lele. Ez a maga aláírása? Erre nem emlékszem. Igen vagy nem? Igen. Na, vagy kifizeti, vagy ír egy nyilatkozatot, hogy mikor hajlandó az adósságát kiegyenlíteni. Öröm és megtiszteltetés számomra itt lenni Pécsett. El kell, hogy mondjam, nem először vagyok itt. Mivel többször dolgoztam már a Víg Színházban, volt már szerencsém a Jó embert keresünk című előadással itt lenni a versenyben. Díjat is kaptunk akkor. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hiszen néztem a fesztivál programját, és láttam, hogy milyen jelentős társulatok, micsoda jeles előadásokkal szerepelnek a szemlén. Továbbra is csak azt tudom mondani, hogy nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ezzel a társulattal és ezzel az előadással. Minden találkozón helyet kap a Színházi Dramaturgok céhének nyílt fórum programja. Ezen idén 8 kortárs drámát mutattak be, felolvasó színházi formában. Bizonyos erények, amelyek a születéstől adottak a szerencsésednek, megint úgy alakul, hogy nekik kedvez a szerencse. Bár még közülük is lesznek szerencsésebbek. Egy hierarchia lesz ebből, pláne, hogy azt is a véletlen robbantja ki, hogy ezekből kikerül még könnyebb helyzetbe. Végül a szavazás azt hozta ki, hogy adunk egy esélyt nekik, akik utolsók lettek mindenféle kvízben, amit csak játszottunk valamennyikkel. Tetemes kártyaadósságról meg csecsen óriásról hallgatjoltak. Sajnos.
mert mi nem szeretjük, ha döntésünkben akut kriminális vagy politikai helyzetben szól. Ez a Szilágyi Eszter Anna, a Nyíregyháza utca című darabja. De az itt bemutatott drámák közül nem ez, hanem Znajkai Zsófia rendezői változat című írása lett a befutó a Vilmos díjra. Még soha nem kaptam díjat, de soha. Még így általános iskola, versmondó verseny, semmi díjat, soha. Még olyan díjat sem kaptam, hogy legjobban tűri, hogy nem kap díjat. És nagyon, nagyon jó, nem szabad, vagy nem tudom, biztos azért kellemetlen ilyenkor beszélni, mert hogy ilyen öntelt dolog, hogy így, milyen jó, hogy kaptam egy díjat, tökre megérdemelt. De szeretem ezt a darabot, amit írtam, tehát tényleg tök jól esik. És köszönöm. Legfontosabb az, ami még így a színészi munkára vonatkozik, hogy ami számomra a legmagasabb rendű színészet, az az, amikor bármilyen vastag ceruzával rajzolunk, egy pillanatra nem lesz az az érzése, hogy ez egyfajta karikírozás, hogy ez egyfajta olyan paródia, blőd, ami a felületét érinti a dolgoknak, hanem amikor van egy-egy teljesen natúr, bemondott mondat, ami mögött ott érzem annak a színésznek a szívét és a gondolatát, akkor az tulajdonképpen mindenért többet ér, és az a bravúros, amikor a vastag ceruza rajzolás közben is ott van mögötte a szív, és ott van mögötte a szándék. Tehát, hogy... Az idei poszton a fesztivál programok visszaköltöztek a Zsolnai negyedből a belvárosba. Csak néhány program volt ott, amihez esetleg buszra kellett szállni. A Kodály Központban valósult meg például a gálán kívül a Poszt bemutatja című programegység. Itt láthattuk a Bobán Markovics koncertet, a Primadonnák és a legendás Macskák előadást, vagy a Pécs a Musicalt, Szente Vajk zenés improvizációs műsorát. A jelenet a következő, hogy elindul egy kis balsejtelmű zene. Dóri, tánc kortásba elindulsz, megégeti a kezed, megégeti, hogy megoldja. Nem, gyors elmondom, igen. Megégeti a kezét, ekkor megjelenik a múlt szelleme, és legyárt neki egy pécsi kesztyűt. Mehet? Jó. Tehát, tessék. Hogy? Én leszek az ajtó. Te leszel az ajtó. Még szerepelek is, tessék. Jó. Ezek a kilincs. És érkezik a múlt szelleme. Édes lányom, kesztyűben kell azt megfogni. A kesztyűt el kell készíteni. Még hozzá. Elkészítették együtt is, nem tudom, hogy ismerjük-e azt a Subway Monster slágert, hogy szív, sűrít, gyújt, kipufog. A díjkiosztó gála is Szente Vajk rendezésében született meg, amire külön dalokat írt a műsorvezető, amik előadásában a felkért színészeken kívül a Voice Singers volt segítségére. Esküszöm, hogy fogalmam nincs, hogy honnan tudták a dalszövegét meg a táncot. És akkor most egy pár mondatot a Poszt történetéről. Inkább kezdjük el a gálát! Elkezdjük, de ez is annak a... része lett volna, hogyha a megengeditek, én így találtam ki. Nem baj, annyit jó beszéljön most, majd légy szívesen, mert jön egy államtitkár és egy klassz polgármester, Dr. Hoppá Péter és Dr. Pálmasor, a színpadra lép ébe, és egy pászott bont. A
gálán 20 díjat adtak át idén. Néhányat már említettünk, de a teljesség igénye nélkül nézzük az érdekesebbeket. A színes zsűri a Radnóti Színház Futótűz című előadásából Kovács Adélnak adta a legjobb női alakításért járó elismerést. Nem menekült vagyok, olyan vagyok, mint ti, a gyerekemet keresem, aki elvettek tőlem. Akkor hagyták, hogy leszálljak, aztán felgyújtották a buszt. Benne az öregekkel, gyerekekkel, asszonyokkal, mindenkivel. Egy asszony megpróbált kimászni az ablakon, de a katonák lelőtték. Ő pedig ott maradt az ablakon, a karján a gyereke. Az egyik lába kint, körülöttük mindenütt lángok. Először is szeretném megköszönni a két válogatónak, hogy idén is itt lehetünk a poszton a futótűzzel, hiszen ide jönni mindig megtiszteltetés és nagyon jó. Aztán hát köszönöm a kollégáknak, a színész zsűrinek, hogy úgy ítélték meg, hogy ez ma itt lehet nálam ez a díj. Aztán köszönöm Alföldi Robertnek, aki nagyon biztos kézzel és ízléssel volt ehhez a különös darabhoz. És hát azt gondolom, hogy igazából kiragyogni csak jó csapatból lehet. Tehát ez a díj mindenkié, az egész Radnóti Színház futótűz csapatáé és a társulaté. A színész és a közönség zsűri is Kocsis Pált találta a legjobb színésznek a Kecskeméti Katona József Színház Apátlanul előadásában. Ugyanebből a produkcióból pedig a szakmai zsűri Nagy Viktort díjazta a legjobb férfi mellékszereplőnek járó elismeréssel. Szintén két díjat kapott a szakmától a Budapesti Katona József Színház Nórája is. A legjobb rendezést és a legjobb női főszereplőt. Székely Kriszta és Ónodi Eszter vehette át a díjakat. Amikor a két művésznő azon beszélget, hogy 30 fölött már nincsenek női szerepek, nos, az én esetem példázza, hogy lányok, ne adjátok fel, még ezután is lehet esetleg jönni még kutyára dél, mondhatnám, de ehhez persze kellene olyan alkotótársak, mint Székely Kriszta, akinek nyilván ez az esemény nem történhetett volna meg. De nekem már annyiszor megköszöntem, és köszönöm minden előadás alkalmával, amikor ezt a szerepet játszom, hogy most nem fárasztanám önöket ezzel. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy az életem első posztdíját azt ebben az előadásban nyújtott alakításomért nyertem el. Úgyhogy köszönöm szépen. A díszletet és a dramaturgiát díjazták a Proton Színház Látszatélet című produkciójában, de a gálán legtöbbször az Örkény Színház tagjai mehettek föl a színpadra. Holnap leveszem a karszallagot, vasárnap megvan a rendes eljegyzés, aztán karácsonykor lakodolom. Kapok egy puszkót, Maria. Ilyen délelőtti puszkót. No! Miért kell mindig harapni? Haraptam volna? Észre se vettem. Megmertem volna ezt. Majd nekem mindig fájdalmat kell okozzá. És dühös vagy? Mi? Én olyan érzésem, ha abban lenned az önnek, hogy felejtszenek bennem a gonosz. Marian, tudod jól, én templomjáró ember vagyok is részemről. Komolyan veszem a keresztény tanításokat. És én az én részemről felmenem, hiszen Istenben azt hiszem. Jól van, nem akartalak megbántani. De azt látom, hogy te lesajnálsz engem. Nem, még itt nem a civilunkban. Úgy értsem, hogy te nem szeretsz engem? Én azt hiszem. Mi jár most a fejedben? Oszkár, ha valaki elválaszt minket, akkor az te vagy. Ne tudtálj a fejembe, kérem. De én most igen szeretném, hogy beleláthatnék a fejedbe. A Bagosi László rendezte Mesél a Bécsi Erdő, négy elismerésben részesült. Erős, nagyon jó társulat állt a rendelkezésemre az Örkény Színházban. Jó, ki lehetett osztani. Aztán azt a szempontot talán nem is kell mondanom, hogy maga a mű nagyon, nagyon erősen párhuzamokat mutat a mai életünkkel. Úgyhogy minden ideális volt, már csak azt kellett kitalálnom, hogy az ördögbe csinálom meg ezt a nagyon nehéz művet, és azután már általában az összenvedés, hogy annak megvannak a szokásos kínjai. A legjobb színházi zene, a legjobb jelmez, a legjobb női mellékszereplő és a legjobb előadás díjával mehettek haza. Köszönjük szépen a díjat, nagyon örülünk neki. Természetesen egy ilyen verseny az játék, és Halász Judithoz csatlakoznék, hogy
itt igazából ugye nincs olyan stopper vagy mérce, amivel a mi munkánkat megnyugtatóan mérni lehetne. Ez egy, azt hiszem, hogy az átlagnál is erősebb válogatás volt nagyszerű társulatokkal, úgyhogy szeretnénk minden versenyben résztvevő kollégának gratulálni és társulatnak. Köszönjük szépen! Ilyen volt tehát a 2017-es poszt, a mi szemszögünkből jövőre folytatjuk. Köszönjük, hogy velünk tartottak!